A népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozása közös kulturális cél, hiszen a mesék mondásával és hallgatásával közelebb kerülhetünk kultúránkhoz, nyelvünkhöz és identitástudatunkhoz. Többek között ezeknek a gondolatoknak a jegyében szervezte meg legutóbbi érdeklődők számára is nyitott eseményét a Comenius Campus. Benedek Elek születésnapja jegyében az ebben a témakörben szervezett esemény már hagyományosnak mondható. Benedek Elek születésnapja közelében, tehát ő ugye szeptember 30-án született, és ehhez közelítve próbáljuk meg mindig felhívni a figyelmet a magyar népmesék kulturális hagyományaira, benne rejlő szimbólumokra. Tulajdonképpen, hogy miért fontos ez, főleg a pedagógus képzésben, hiszen az akár az óvodapedagógiát nézzük, akár pedig a tanítókat, fognak foglalkozni a mesével, fogják továbbadni ezeket a hagyományokat, és nem árt, hogyha ők maguk is tisztában vannak ezekkel a hagyományos kincseinkkel, illetve fel tudják használni a saját pedagógus pályájukban. Az előadás sikerét az adta, hogy a jelenlévők nem csak meghallgathatták azt, hanem részt is vehettek benne. A célom az volt, hogy picit a saját bőrükön megtapasztalják, mit tud egy mese. Hogyan tudja az embernek a lelkét megmozdítani, vagy hogy találhatunk benne válaszokat, de inkább azt mondom, hogy kérdéseket, az szerintem sokkal izgalmasabb. Azt gondolom, hogy a meséket elkönyveljük valóban gyerekeknek szóló kis történetekként, ugyanakkor viszont azt gondolom, pár évvel ezelőtt találkoztam én is ezzel az élménnyel, hogy rengeteget tud az ember lelkének segíteni egy-egy mese. Maga a mesélés is, tehát én van, amikor csak otthon magamnak mesélek, mint egy ilyen segítő jelleggel, vagy léleküdítő jelleggel. Én azt gondolom, hogy mindenképpen aktuális az, hogy egy olyan világban, ahol nagyon sok világkép, nagyon sok világnézet találkozik egymással, legyen valami olyan táppontunk, ami egy picit rendet teremt körülöttünk. Nekem a mese adta ezt meg, és ma az volt az elsődleges célom, hogy ezt átadjam, megmutassam, hogy nem csak gyerekeknek szól ez a mese, hogy bármilyen korosztálynak segíteni tud, bármelyik korosztálynak meg tudja adni azt a rendteremtő képességet, ami ma szerintem irtózatosan lényeges, függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk. A program keretében műhelyfoglalkozáson beszélhették át tapasztalataikat a hallgatók.